Szó szerint nem díszegyenruhának nevezném, hanem az akkori kornak a baka egyenruhája. Ugye felül egy csákó található, ez egy önvédelmi funkciót látott el, tehát ez védte valamilyen szinten a vágásoktól, ugye fémhálóval volt ellátva. Következő rész az az Attila. Ez volt a magyar bakának a következő rész, amit felülviselt. Volt neki egy töltértáskája, ebbe viselte a töltéshez való puskaport, folytást, lövedéket, illetve ugye bajonettát vető szíj, ami a puskán is látható, ugye szurony, a francia kovásfegyver, egy magyar nadrág, természetesen huszárkötéssel, illetve egy kaptafás bakancs, ami azt jelenti, hogy egy kaptafára készültek a bakancsok, tehát jobbos meg balos külön nem létezett, hanem egyforma. Többek között az 1948-as honvéd egyenruhát és az akkori katonák fegyvereit is szemügyre vehették a vasváris diákok azon a történelem órán, amelyet rendhagyó keretek között rendeztek meg a gimnáziumban. Kertész József, a nyíregyházi toborzóiroda századosa a televíziónknak elmondta, számos 48-as személyiség köthető a vármegyénkhez. A Magyar Honvédség vezetése vagy parancsnoksága elrendelte erre a hétre országosan egy karbantartó hetet, ami valójában arról szól, hogy a március 15-én megemlékezéseket megelőzően iskolai közösségi szolgált keretein belül középiskolás fiatalok részt vehetnek elsősorban 48-as vonatkozású honvédsírok rendbetételében. Mi az, ami ebből a szempontból Nyíregyházán különleges? Gondolok itt arra, hogy milyen különleges sírok, hadisírok vannak itt. Valóban, tehát ugye jogszabály előírás nekünk, hogy az 50 órás közösségi szolgálatban egy rendhagyó töltendőórát kell tartani a fiatalok számára, elsősorban azokra a katonáknak a cselekedeteire, hőstetteire, illetve vármegyei vonatkozású eseményekre hívjuk fel a figyelmüket, amelyek a vármegyén belül történtek. Itt a mai nap folyamán is egy Nyíregyház egyetemen tanuló pedagógus előtt kolléganő fogja megtartani ezt az órát, kiszínezve és felhívva a figyelmet azokra a történelmi eseményekre, vagy történelmi személyiségekre, akik vármegye szempontjából 48-ban érintettek. A százados hozzátette, úgy tűnik, hogy megtalálták Rudi Gyula nagypapájának a sírját, aki 48-as vörös sipkás honvéd százados volt, és Répási honvéd tábornok is a vármegyénkben Kemecsén nyugszik. A történelem órán elhangzott, a 14. aradi vértanú lehetett volna, ha nem hal meg korábban kolerában Miketz Tamás, a 48-as utolsó zászlóalj parancsnoka, aki szintén ide köthető, és akinek még most is keresik a sírját. Abban különbözik ez a történelem óra, hogy másmilyen szemszögből világítja meg a történelmet a fiatalok számára, oly módon, hogy akár hagyományőrzők is részt vesznek, korhű egyenruhában és felszereléssel, valamint igyekszünk a történelem órák során a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei illetőségű embereket, hősöket felhozni, és ezeket bemutatni tetteik, cselekedeteik által. A különleges történelem órát követően a közösségi szolgálatot teljesítők az északi temető sírkertjében az 1948-ban elesett honvédok előtt rótták le a tiszteletüket.